Szeretettel üdvözlök mindenkit, Cini Zoltán magyar tanár vagyok, két nagybecskereki középiskolában dolgozom. A tegnapi órán egy bevezetést hallottatok Jókai Mórról, ma pedig az Aranyember című regényét fogjuk megvizsgálni, ez 4 éves középiskolákban házi olvasmány. Ugye, amikor verseket, novellákat, regényeket vagy bármilyen művet olvasunk, akkor a diákjaimtól mindig meg szoktam kérdezni, hogy az adott műnek mi az alaptémája. És akkor azt várom el, hogy egy szóban vagy egy mondatban feleljenek erre a kérdésre. Természetesen, hogyha regényről van szó, akkor nem csak egy témát, egy alaptémát határozhatunk meg, hanem akár többet is. Jókai aranyemberének tekintetében én 5 alaptémát határoztam meg. Nézzük. A boldogság elérésének a lehetősége a modern korban. Tehát itt arról fogunk beszélni, hogy mi az a boldogság, létezik-e egyáltalán boldogság, ugye? Majd meglátjuk. A pénz boldogságra gyakorolt hatása, ugye ez manapság nagyon fontos dolog, ugyanis pénz nélkül manapság nem tudunk élni, tehát a pénz befolyásolja az életünket. Zárójelbe írtam, hogy a gazdagon is szegény ember története, mert tudjátok, hogy miről van szó, tehát az aranyember főhőse, Tímár Mihály, bár meggazdagszik, mégis lelki értelemben szegénynek, tehát boldogtalannak érzi magát. A következő alaptéma a kettős élet és a szerepjátszás, tehát ez szintén a főhőshöz köthető. Továbbá kivonulás a sikeres társadalmi életből, tudjátok, hogy mi történik, tehát Tímár Mihály sikeres gazdag, viszont mivel nem boldog, ezért úgymond kivonul ebből a sikeres életéből, és a senki szigetére költözik. Az 5. tézispont pedig, illetve az alaptéma, egy utopisztikus világ megteremtése, és azt mondom, hogy Jókai aranyembere modern Robinsonád. Tudjátok, hogy Robinson Crusoe, tehát ezt még általános iskola 4. osztályában olvastátok, akkor volt házi olvasmány, tehát Daniel Defoe Robinson Crusoe című regénye, bár az a regény, amit olvastatok, az eredeti regénynek egy lecsupaszított változata. Miről van ott szó? Tehát Robinson Crusoe 28 éven át egy szigeten él, ahol pénteket leszámítva más emberrel ugye nem találkozik, és ilyen szempontból is megvizsgálnánk Jókai aranyemberét. Jó, a boldogság elérésének lehetősége. Mi a boldogság? Létezik-e egyáltalán? Ugye fiatalok, 10-20 évesek, de akár később is folyamatosan a boldogságot keresik. Viszont ha megkérdezem, hogy szerintetek mi az a boldogság, illetve valaki definiálja nekem, hát akkor nem tudtok erre egyértelmű választ adni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy boldogság tulajdonképpen nem létezik, csak vannak az embernek kitűzött céljai, és a kitűzött célok felé vezető út minősül boldogságnak, illetve a boldogság keresésének. Mert mi történik? Amikor elérjük a célunkat, ugye, akkor már is egy újabb célt jelölünk ki saját magunk számára, és már nem is tölt el bennünket tulajdonképpen boldogsággal az, amit elértünk. Ugye? Lehet, hogy elégedettséggel tölt el bennünket, de már attól nem vagyunk annyira boldogok, legalábbis egy idő után. Jó. Tímár Mihály kettős élete kizárja a boldogság elérésének lehetőségét. Miért? Azért, mert Tímár Mihály tulajdonképpen szerepet játszik az aranyemberben, fél évig Komáromban tartózkodik, fél évig pedig a Senki szigetén, ugye? És sem a Senki szigetének lakói, sem pedig a komáromi életének a részesei nem tudnak a másikról, tehát ebből kifolyólag a főhősnek folyamatosan hazudnia kell, ugye? Tehát nem lehet őszinte sem Tímeával, sem pedig Noémivel. Tehát ez a kettős élet eleve kizárja azt, hogy boldog legyen. A regény végkifejletében döntenie kell Tímea és Noémi között,
És ugye mindannyian tudjátok, hogy Noémi, azaz a senki szigete mellett dönt. Hozzáteszem, most én is ítélkezek, ugye, mint ahogy Jókai gyakran ítélkezni szokott, hogy jól teszi, ugyanis Tímea is boldogtalan a házasságában. Végül pedig vagyon és nyugalom szembeállítása, tehát ez az előbbiekből következik, ugye? Tehát a sok pénz, illetve tehát az ember gazdag, akkor az még nem jelenti azt, hogy nyugodt élete is van, ugye? És ebben a regényben ez szembeállításra kerül. Tímár Mihály alakja. A múlt órán azt mondtam, hogy Jókainál általában kész hősök vannak, tehát vagy jók, vagy rosszak. Az aranyember esetében ez nincs így. Tímár Mihály ugyanis egy fejlődő hős. Fokozatosan szabadul meg karrierista énjétől, olyannyira, hogy elidegenedik a társadalomtól, s végül egy anyagi értelemben szegény, de lelki értelemben gazdag élet mellett dönt. Mit is jelent ez? Mindannyian tudjátok azt, hogy tulajdonképpen Tímár Mihály nem tisztességes úton gazdagodott meg, ugye, és ettől az énjétől meg kell, hogy szabaduljon, mert ez nem tartozik hozzá a személyiségéhez, ugye, tulajdonképpen így is fogalmazhatok, és bizonyos átalakulás figyelhető meg személyiségének a fejlődésében, ilyen értelemben nevezhető az aranyember fejlődési regénynek is. Jó. Tehát akkor a következő pontban írom, hogy nem tisztességes módon gazdagszik meg, és később ezt hiába próbálja nagyvonalúságával, jó cselekedeteivel ellensúlyozni, abban a világban, amelyben találta magát, már nincs számára megváltás. Mégsem negatív hős, mert lelki vívódásait át tudjuk érezni, van lelkiismeret furdalása. Tehát, bár nem tisztességes úton gazdagszik meg, tehát tudjátok, hogy Ali Csorbacsinak a kincsét szerzi meg tulajdonképpen, és erről senki sem tud, ugye? Tehát, hogy így módon tett gazdagságra szert. Viszont mégsem nevezhető negatív hősnek, mert a regény oldalain végig követhetjük az ő lelki vívódását. Ilyen értelemben nevezhető-e az aranyember lélektani regénynek? Igen, az aranyember lélektani regény is lehet, illetve lélektani regényként is olvasható. Pozitív hőssé teszik még ellenfelei, akik sokkal erkölcstelenebbek, mint Tímár, ugye? Elég csak Krisztián Tódorra gondolnunk, aki Teréz mamát és Noémit zsarolja a senki szigetén. Pénz, hatalom, tisztesség. A pénz ugye a modern világban elengedhetetlen, viszont az emberekre gyakorolt hatása igen szomorú. Mire kell itt gondolnunk? Hát arra, hogy nagyon sokszor érdekkapcsolataink vannak, önmagunkat megjátsszuk, már Shakespeare is azt mondta, ugye, még a reneszánsz korban, hogy színház az egész világ, és színház benne minden nő és férfi. És valóban ez így van, ugye? Mert a pénz miatt mindenre képesek vagyunk, arra is, hogy olyan kapcsolatokat alakítsunk ki, amelyek számunkra megfelelnek olyan értelemben, hogy a bizonyos hierarchiai ranglétrán előre tudjunk törni. És ugye ez magától értetődik, hogy ez azzal jár, hogy megjátsszuk önmagunkat. Tímár szerint a tisztesség, a becsületesség csak az egyszerű ember jellemvonása, vagy azoké, akik nem ebben a társadalomban élnek. A senki szigetén nincs tulajdon, így az mentes a civilizáció ártalmaitól. Tehát szerintem ez egyértelmű, ugye? Aki gazdag, ugye, az olyan körökbe kerül, ahol önmagát meg kell játszania, tehát nem tud feltétlenül erkölcsös, tisztességes életet élni, viszont az önmagával összhangban lévő ember, aki tiszteli például a természetet, az igenis képes a tisztességre és a becsületességre.
Természet és utópia. Jókai esetében a természet, mint igazságot szolgáltató erő gyakran fellelhető. Ebben az esetben például a balatoni rianás. Tódor véletlenszerű halála, ugye a Balatonon következik be, egy rianás következtében, és tulajdonképpen Timár Mihály ennek a természeti jelenségnek, illetve természeti eseménynek köszönheti a megmenekülését, úgymond, illetve annak a lehetőségét, hogy a senki szigetére költözhet. Ugyanis mi történik? Tehát Krisztián Tódornak a holttestére ráadja a saját ruháit, és mindenki azt hiszi, hogy ő maga fulladt tulajdonképpen bele a Balaton vizébe. A senki szigete egy utopisztikus hely, méghozzá tökéletes. Mit jelent az, hogy utópia, utopisztikus hely? Egy pozitív jövőkép felvázolása tulajdonképpen. Van olyan is, hogy negatív utópia, ezt disztópiának is nevezik. Például ilyen regények Huxley Szép új világa, Orwell 1984 című regénye, vagy ami számotokra legérdekesebb lehet, az William Golding a Legyek ura című regénye. Viszont, ha azt mondjuk, hogy utópia, utopisztikus regény, akkor mindig pozitív utópiára kell gondolnunk. És akkor ugye a Senki sziget egy ilyen utopisztikus hely, és itt mondom azt, amiről már beszéltem is az óra elején, hogy modern Robinsonátként értelmezhető, tehát Robinson Crusoe történetével párhuzamba hozható, ugyanis a Senki szigete is a társadalom elől elzárt helynek minősíthető. Végül ez egy kulcsmondat, Tímár azért lesz boldog, mert önmagát választja, ugye? Tehát kilép abból az életéből, ahol folyamatosan meg kell önmagát játszania, önmagát választja, és ezáltal boldog lesz. Jó. Sokszínű növényvilág, tehát a Senki szigetének növényvilága igen részletesen bemutatásra kerül a regény lapjain, valamint a vaskapu jelenetet emeltem még ki a mű elejéről, ugyanis itt csodálatos természeti képek bemutatását követhetjük nyomon, ugye? És itt lent a vaskapu szorosról készült légi felvételt csatoltam a prezentációhoz. Miért aktuális? Hiába vesznek bennünket körül a modern technika vívmányai, vagy hiába van valakinek sok pénze, mégis gyakran boldogtalannak érezzük magunkat. Ugye? Tehát Tímár és az internet gazdag világa között párhuzam vonható. Mire kell itt gondolni? Az interneten manapság egy kattintással bármi elérhető, bármit meg tudunk rendelni, vagy a világ bármely tájára úgymond el tudunk utazni, idézőjelek között, tehát gyakorlatilag az egész világ nyitva áll előttünk, mégis manapság sokkal gyakoribb a depresszió vagy a melankólia, ugye, mint régebben, amikor az embereknek úgymond semmiük sem volt, vagy csak kevés rálátásuk volt a világra. Tehát ilyen értelemben nagyon jó párhuzam vonható Tímár és a mai világ között. A senki szigete, mint a saját szigetünk. Tehát manapság, ugye, tehát az nem elképzelhető, hogy valaki kivonuljon a társadalmi életből, viszont mindannyian megteremthetjük a saját szigetünket, ahova csak azokat az embereket eresztjük be, akiket ugye erre méltónak tartunk. Ha megkérdezném azt, hogy hogy nézne ki a ti szigetetek, ugye, ahova szívesen elvonulnátok, akkor biztosan azt mondanátok, hogy folyamatosan süt a nap, lengedezik a szél, ugye, vagy morajlik a tenger, vagy vannak ott ugye szép lányok és fiúk, ugye, stb. Stb. De senki sem sorolna fel tárgyakat, vagy csak olyan tárgyakat sorolna fel, amelyet feltétlenül magával vinne, és ez csak kevés számú tárgy lenne. Mit bizonyít ez? Hát azt,
éppen, hogy a pénz és a tárgyak nem tesznek bennünket boldoggá, csak is az emberi, a megfelelő emberi kapcsolataink, amelyek nem érdekkapcsolatok. Vajdasági vonatkozás, tehát először is a Duna mint összekötő kapocs, tehát Komárom és a Senki szigete között, bár a Duna ugye ez tipikusan közép-európai folyó, tehát a közép-európai népek összekötőjeként szoktunk rá tekinteni. A Duna az, amely lehetővé teszi, hogy Komárom és a Senki szigete között fennálljon ez a kapcsolat, illetve ez az útvonal, amelyet Tímár Mihály bejárhat. Továbbá a képzeletbeli Senki szigetét valahol az Al-Dunán kell elképzelni, tehát valahol Vajdaságban, ugye Vajdaság legdélebbi részén, valahol Pancsovától és Székelykevétől délkeleti irányban, ugye, tehát a román határ felé. Tehát a helyszín, illetve az egyik helyszín, a Senki szigete, az itt nálunk van. Jó. Kiadások. Az általatok leginkább forgatott kiadások borítóit csatoltam, tehát az Európa Diákkönyvtár, valamint a Talentum Diákkönyvtár sorozatban megjelent Jókai regények borítóját láthatjátok, valamint szeretném elárulni, hogy ebből a regényből képregényt is készítettek, tehát a harmadik kép, ugye borító, az az Aranyember képregényes feldolgozása. Ugye hát az ember folyamatosan rohan, a házi olvasmányt is gyakran az utolsó pillanatban szeretné elolvasni, és mivel ez több száz oldalas, ezért nem biztos, hogy lehetősége van rá, ugye? Ez nem csak rátok vonatkozik, egyébként a felnőttek is gyakran az utolsó pillanatra hagyják a dolgokat, tehát erre az esetre itt van ez a bizonyos képregény, tehát képregény formában is el tudjátok olvasni Jókai egyik legismertebb művét. Házi feladat, nagyon röviden. Próbáljátok ki az interneten fellelhető irodalmi vonatkozású kvízeket. Nagyon sok ilyen kvíz található az interneten, rengeteg témakörben. Az Aranyemberrel kapcsolatban is készült egy ilyen kvízjáték, mely az alábbi linkre kattintva elérhető. Jó. Ennyit szerettem volna mára. Remélem, hogy sikerült az Aranyembert más szempontból megvilágítanom, mint azt általában hagyományosan szokták, ugye? Szeretném megköszönni a figyelmeteket, találkozunk. Viszontlátásra!